világszerte gyászolják az űrkutatásban résztvevők, az űrhajósok, a tudósok, Alexej Leonovot, aki 85 éves korában hunyt el. Mindkét űrutazása történelmi jelentőségű volt. Ő volt ugyanis az első ember, aki űrsétát tett, és ő lehetett az első közös amerikai-szovjet küldetés parancsnoka. A légzsili peremén vagyok, remekül érzem magam, látom magam alatt a felhőket és a tengert. 1965. március 18-án ezekkel a szavakkal kezdte meg az emberiség első űrsétáját Alexej Leonov. A vadászpilótából lett szovjet kozmonauta több mint 12 percen átlebegett a világűrben, csupán egy kábel rögzítette őt az űrhajójához. Űrsétája után Leonovot az egész keleti blokkban hősként ünnepelték. Az első felbocsátott műhold, a Sputnik és az első űrhajós Jurij Gagarin sikere után a Szovjetunió újabb győzelmet mutathatott fel az Egyesült Államokkal folytatott űrversenyben. Évekkel később derült csak ki, hogy a történelmi űrséta majdnem tragédiába fulladt. Leonov szkafanderének tervezői ugyanis nem számoltak előre azzal, hogy a vákuumban az űrruha felfúvódhat és nem fér vissza a légzsilibe. A vízhelyzetre a kozmonauta spontán és vakmerő módon reagált. Kiengedte a levegőt a szkafanderéből, hogy átpréselhesse magát a nyíláson. Bátor ember volt, tudott uralkodni önmagán. Képes volt kivágni magát a legnehezebb helyzetből is. Ez a kozmonauták erénye. Emlékezett vissza kollégájára, Boris Volinov. Leonov részt vett a szuperhatalmak versengésének jelképes lezárásában is. A hidegháborús enyhülés idején 1975-ben ő vezette az első amerikaiakkal közös szovjet küldetést, az Apollo és a Soyuz űrkapszulák összekapcsolódását. Kinyitottuk a légzsilipet. Az amerikai parancsnok Tom Stafford azt mondta, hello Alexej, mire én azt válaszoltam, hogy üdvözlöm a Soyuz fedélzetén. Kezet fogtunk, majd behúztam Stafordot az űrhajóba. Idézte fel a történelmi pillanatokat Leonov. A kozmonautának második űrutazása után is kulcs szerepe volt a szovjet űrprogramban. Először az űrhajósok parancsnoka volt, majd a kiképzésükért felelt. 1992-ben a Szovjetunió felbomlását követően szerelt le, innentől hobbijainak, a festészetnek és az írásnak élt. Alexej Leonov 85 éves korában elhúzódó betegségben hunyt el. A kozmonauta életműve előtt az orosz és az amerikai űrügynökség, valamint egykori kollégái is tisztelegtek. Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét helyezte ki a gyászoló családnak. Az államfő szerint Leonov egy igazi úttörő, erős és hősies ember volt.